Kigyulladt egy 11 lakásos társasház egyik tetőtéri lakása Balatonfüreden, a lángok október 23-án az esti órákban csaptak fel. A Zsigmond utca három szám alatt található épülethez Veszprémből négy, Balatonfüredről egy tűzoltó egység érkezett, stábunk is a helyszínre sietett. A magas füstoszlop a város több pontjáról is jól látszódott. A kiérkező tűzoltók egy 71 éves nőt súlyos égési sérülésekkel, légzőkészülék használatával hoztak ki a lakásból. Lakótársa egy 52 éves férfi a saját lábán tudott kimenekülni a lángok elől. Mindketten súlyosan megsérültek, őket a mentőkórházba szállították. A tűz négy lakásra terjedt, tehát a házban lakó öt embert rokonoknál helyezték el. Másnap reggel még füstölt az épület tetőtere, ezért a tűzoltók újra átvizsgálták a helyszínt, a rendőrség vizsgálja az esetet gondatlan közveszélyokozása miatt indult eljárás.